Újabb 63 milliárd forint érkezett befektetési alapokba, nem csökken tovább a 3 hónapos diszkont kincstárjegy hozama, és elemzők szerint akár újabb megszorítás is jöhet. Köszöntöm Önöket szeptember 16-án 4 órakor, ez a Privátbankár híradója, én Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. Augusztusban 63 milliárd forint friss tőke érkezett a nyilvános hazai befektetési alapokba, ebből több mint 3 milliárd forintot külföldi ügyfelek helyeztek el. A legkedveltebb alapfajta a rövid kötvény alap volt, 27,5 milliárd forintot helyeztek el ilyenekbe. A második a kiegyensúlyozott vegyes alap, ahová 19 milliárd forint ment. A bronzérmesek az abszolút hozamú alapok 16 milliárddal. Egyértelműen folyik az átrendeződés az alacsony, egészen minimális kockázatú termékek felől a magasabb, pontosabban inkább mérsékelt közepes kockázatú befektetések felé, amire nyilván az alacsony kamatszint kényszeríti rá az ügyfeleket. Augusztusban csak 11 milliárd forint friss megtakarítás ment lakossági állampapírokba. És ha állampapír nézzük, mi történt a mai aukción. A meghirdetettnél nagyobb összeget értékesített 3 hónapos diszkont kincstárjegyből az államadósság kezelő központ. Az elsődleges forgalmazók 86 milliárd forint ajánlatból a meghirdetett 50 milliárd helyett 60 milliárd forintot fogadott el az AKK. Az átlaghozam 1,38% lett. A magánszemélyek tavaly 8761 milliárd forint jövedelmet szereztek a személyi jövedelemadó bevallások alapján, ami 4%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Adókötelezettségük ugyanakkor 1357 milliárdról 1318 milliárd forintra mérséklődött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint. A Sberbank visszautasította, hogy kivonulna Magyarországról, olvasható a Wirtschaftsblatt című osztrák gazdasági napilapban. A Sberbank vezetője szombaton jelentette ki, hogy a bank ukrán és magyar leánycégen nehézségekkel küszködik. A hírre elindultak a találgatások arról, hogy a bank kivonul-e ezekből az országokból. A bankvezér erre reagálva cáfolta, hogy a bank a kivonulást fontolgatná. Ma 13 pénzintézet ügyét tárgyalja a fővárosi törvényszék, és 11 ítélet már meg is született. Eddig mutatjuk az Örkényi Takarék Szövetkezet, a Lombard Ingatlan, a Lombard Pénzügyi és Leasing ZRT, a Credit House, a Budapest Autófinanszírozási ZRT, az UniCredit Leasing, az UniCredit Leasing Imotrak Pénzügyi Szolgáltató ZRT, a Porsche Bank, a Sberbank, az Erste Lakás Leasing és az Egon Magyarország Hitel ZRT keresetét utasította el a bíróság. A törvényszék délelőtt tárgyalta a Nagykáta és Vidéket Takarékszövetkezet magyar állam ellen benyújtott keresetét is. Ebben az ügyben szeptember 30-ára halasztotta a döntést a bíróság. Egyelőre nem ütött nagy sebet a magyar gazdaságon az orosz-ukrán konfliktus, ám 2015-ben összességében 1% ponttal lassíthatja a gazdasági növekedést az idei évre várt 3,2%-hoz képest. Az Equilor mai háttérbeszélgetésén elhangzott, jól látszik, hogy a kormány ragaszkodik a 3% alatti hiányhoz, és ezt tűzön vízen át tartja is. Az államadóság csökkentésével viszont lesznek gondok. Az Equilor elemzői úgy számolnak, a kormány emiatt októberben újabb költségvetési kiigazításról dönt. Az euró egyébként az év végén akár a 300 forintos szint alá is benézhet, a devizahitelek kivezetése után viszont akár 330 forintos árfolyamig is elengedheti az eurót a jegybank. De nézzük most, hogy áll a forint. Reggel óta kicsit erősödött, de szűksávban mozog a magyar deviza. Most 314 forint 25 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, és 260 forintot egy svájci frankért. Bizonytalan maradt a hangulat a globális piacokon, a skót népszavazás, a fedülés, a gyenge kínai adatok és az orosz-ukrán konfliktus óvatossá teszi a befektetőket, a kivárás dominál ma a piacokon. Így a béten is nagyon alacsony a forgalom, a BUX 3%-os pluszban van most, a vezető részvények közül a Richter és a Magyar Telekom mínusz mutat, míg a MOL és az OTP pluszban van egy órával a tőzsdezárás előtt. Holnap reggel lesz élő híradó legközelebb itt a Privátbankár oldalán. Addig olvassanak minket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.